lehet pusztán a rendőrség feladata, sőt, sokszor még csak nem is a rendészeti eszközöket igényelnek. E feladatok megoldásában a helyi közösségeknek és a helyi hatóságoknak komoly felelőssége van. Az elmúlt években a kormány azért törekedett arra, hogy javítsa azon eszközök hatékonyságát, amelyekkel a helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek hozzájárulhatnak a közrend és közbiztonság fenntartásához. Erről szól a településőrprogram, a polgárőrségek és közterületfelügyeletek megerősítése, és ez nem az állami erőszakmonopólium feladásáról, vagy a feladatok áthárításáról szól, mint ahogy azt a Fidesz hangoztatta. Meggyőződésünk szerint a közbiztonságot fenyegető problémák csak kitartó kemény munka árán mérsékelhetők és szüntethetők meg. Ezért alkottunk törvényt múlt év tavaszán a rendőrség és a közbiztonság fenntartásában szerepet játszó egyéb állami önkormányzati társadalmi szervezetek közötti együttműködés hatékonyságának javítása érdekében. Emeltük a rendőri szakközépiskolába beiskolázottak hallgatók számát, hűségpénzzel és a körzeti megbízottak illetményének emelésével igyekeztünk vonzóbbá tenni a rendőri pályát. Korrigáltuk azt az Orbán kormány idején 99-ben elfogadott szabálysértési törvényben szereplő hiányosságot, miszerint a rendőrségnek nem feladata a vagyon elleni szabálysértésekkel szembeni eljárás. A szabálysértési törvény tavaly elfogadott módosítása ismét a rendőrség kötelezettségévé tette, hogy eljárjon a vagyon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben. Ezt a törvénymódosítást a Fidesz akkor nem támogatta. Az ilyen és ehhez hasonló intézkedések révén hónapok és évek munkájával, de meggyőződésünk szerint érdemi eredményt lehet elérni. Két hét azonban csak parádézásra, látszatintézkedésekre, szemfényvesztésre alkalmas. Félő, hogy a médiapolitizálás igényeire szabott látszatintézkedések a valódi megoldások kidolgozásának rovására fognak megvalósulni. És végezetül, miután a vezérszónoklatukban is többször elhangzott azóta is, hogy a három csapás néven ismert javaslat Szlovákiában már bevezetésre került, szeretném idézni Foltány Marosnak, az ottani igazságügyi tárcán szóvivőjének, a tárca közleményének szó szerint. Kedvező hatásról nehéz beszélni. Túl rövid idő telt el bevezetése óta, és állandóan szembe találják magunkat az arányosság elvével való érveléssel is. A bűnözés alakulása több tényező függvénye, és erről a kriminalisztikai szakértők tudnának többet mondani. Ugyanis egyetlen törvény sem tudja megakadályozni az újabb bűncselekmények elkövetését, ezért a legfontosabb a megelőzés, a büntetés csak másodlagos. Tisztelt előterjesztők, tisztelt kormányzati többség, arra szeretném kérni ezek után önöket, hogy vonják vissza ezt a javaslatot, és érdemi egyébként a rendészeti problémákra valóban megoldást adó javaslatot hozzanak a ház elé. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hangozó képviselő úr. További felszólalók sorrendje Staud Gábor, Bárándi Gergely és Gaudi Nagy Tamás képviselő urak. Elsőként tehát Staud Gábor, képviselő úr, Jobbik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Igyekszem nem kitölteni itt az időkeretet, mert nagyon sok mindent elmondtak már előttem, inkább egy kicsit tematizálni az elhangzottakat, ugyanis az merült fel bennem, hogy nem is igazából egy országban élhetünk, itt néhány LMP-s és MSZP-s felszólalást meghallgatva, de természetesen el kell választani a törvényjavaslatnak itt a két részét, a három csapást és a szigorításokat. Itt a holokauszt tagadás, illetve hát a most már új néven nemzeti szocialista rendszerek és ugye a kommunista rendszerek bűneinek tagadásától. Alapvetően itt Répási képviselőtársam többször elmondta, és az ő szájából többször elhangzott, hogy itt egy ilyen salátatörvényről van szó, tehát hogy össze van kötve a kettő. Ezt én egyébként is felírtam magamnak, hogy elmondjam. Ugye talán szó szerint azt mondta képviselőtársam, hogy ezt hívják árukapcsolásnak. Nos, ez valóban így van, és nagyon sajnáljuk, hogy ez így történt. Lévén, hogyha nem egy ilyen árukapcsolással jött volna ide ez a javaslat, akkor nekünk is könnyebb lenne ebben állást foglalnunk, hiszen itt almát és körtét kell egy csomagban összehasonlítani. Ezért is történhet meg az, hogy egy-két LMP-s felszólaló, ahhoz képest, hogy adott esetben itt a javaslatnak melyik részével foglalkoztak, tudtunk egyet érteni, vagy adott esetben teljes mértékben egyet nem érteni. Hogy miért mondtam azt, hogy nem egy országban élünk? Gyakorlatilag, amikor, és egy kicsit visszautalok, én az MSZP programját elolvastam,
olyan boldog lettem, hogy milyen jó országban élünk, a gazdaság fejlődik, a közbiztonsággal minden rendben van, kilábaltunk a válságból, tehát komolyan mondom, egy idilli, már-már utopisztikus világnak a képe rajzolódott elém, de hát sajnos jártuk mi is a fórumokat, bár nekem is az a szerencsés helyzetem van, Németh Zoltán képviselőtársamhoz kapcsolódva én is Budafok Tétényben lakom, és ott a közbiztonság, azt kell mondjam, hogy kiemelkedően jó, de nagyon sok vidéki fórumra elhívtak, ahol nekem is volt szerencsém szembenézni azokkal a problémákkal, illetve az ottani körülményeket megszemlélve arra az álláspontra jutni, hogy igenis a szigorításra szükség van. Ezt szerintem a Jobbik frakcióból senki nem vitatta, és a törvénynek valóban, vagy a javaslatnak ebben a részében célja a szigorítás, és ezt becsülendőnek és támogatandónak tartjuk, de úgy gondoljuk, hogy ha nem követik ezt még egyéb, akár büntető törvénykönyvet érintő, akár más jogterületet vagy jogterületen kívüli intézkedések, akkor ez elég kevés lesz, és nem fogja elérni azt a komplex probléma megoldást, amit elvár a magyar társadalom, és amit a szavazók elvárnak. Itt is ugye számtalan büntető anyagi és eljárásjogi szabálynak a módosítására lenne szükség. Én nagyon remélem azt, hogy ez csak az első lépés, amit itt a Fidesz frakció képviselői beterjesztettek. Miért is gondolom ezt? A jelenlegi rendszer is lehetőséget ad szigorú büntetések kiszabására. A kérdés az az, hogy ez miért nem képvisel visszatartó erőt, mert azt látjuk, hogy probléma van. Ezt kár tagadni, itt csak a megoldásnak a mikéntjéről vitatkozunk. Azt én nem tudom elfogadni, hogy itt ilyen mediálással, drámaszakkörökkel a vidéken lehetne valamiféle előre haladást elérni. Erre az elmúlt 20 évben már számtalan lehetőség kínálkozott. Azt hiszem, hogy elköltött milliárdok is azt szemléltetik, hogy ez gyakorlatilag egy tévút, egy zsákutca, és csak a problémákat mélyítette, nem a megoldás irányába indult el a dolog. Itt többen említették azt is, hogy a büntető jogban mindig felmerül az a kérdés, hogy a büntetések elkerülhetetlensége, tehát a kilátásba helyezett büntetésnek a bekövetkezése és elkerülhetetlensége határozza meg vagy az elrettentő erőt, vagy az, hogy milyen szigorúan büntetünk bizonyos tényállásokat. Véleményem szerint mind a kettő, tehát bizonyos tényállásokat bizony komoly büntetésekkel kell fenyegetni, de természetesen a felderítési mutatók, akár itt a szabálysértésre is utalok, hogy ezeknek a szabálysértés értékeknek a módosítása mind-mind előre vihet abban, hogy egy megfelelő közbiztonságot teremtsünk az országban. Nem foglalkozik a javaslat, és én később várni fogom, vagy beterjesztjük adott esetben a büntető törvénykönyvhöz is azt a kitételt, vagy azt az irányvonalat, hogy akit ma manapság nem végrehajtandó börtönbüntetésre ítélnek, az gyakorlatilag ezt nem is érzi büntetésnek. Tehát csak egy felfüggesztettet kaptam, élek tovább, mint Marci Hevesen, ahogy szokták mondani. Ez lehet, hogy egy jogkövető állampolgárnak a lelkét bántja, de nyilván azok a bűnelkövetői csoportok, akikre mondjuk egy 2 év felfüggesztettet kirovunk, gyakorlatilag úgy fogják érezni, hogy megtehették, és semmiféle szankció nem következett be. Tehát abba az irányba kellene elmozdulni, hogy a legcsekélyebb bűnelkövetők is valamiféle olyan szankcióra számíthassanak, ami számukra komoly jogsérelmet jelent, amit ők szankcióként és büntetésként élnek meg. Erre már gyakorlatilag itt példákat hallhattunk, akár itt a kényszermunka bevezetése adott esetben a közérdekű munka helyett, vagy itt a wellness börtön, mi csak wellness börtönöknek szoktuk nevezni azokat az intézményeket.